Sziasztok, én Molnár Tamás vagyok, énekes dalszerző, e pillanatban a Jetlag nevezetű kreatív koalíció frontembere. A következő percekben a velem kapcsolatos netten előkerült kérdésekre fogok válaszolni. Jetlag tagjai, Czoller Bence basszusgitár, illetve ő felel a vizuális megközelítésekért, én pedig a dalszerző énekese vagyok, tehát alapvetően ketten alkotjuk a Jetlaget, de további turnétagokkal, Demkó Matyival, Simonyi Zádorral, Farkasi Zsákkal, meg a Lapis Botonddal kiegészülve állunk a színpadra, immáron hatan. Jetlag ekü. Hát az Ami itt történik, itt is marad című dalunk kapcsán került a képbe ekü. Nyilván ezer éve ismerjük, és régóta akartunk vele egy kollabot, és ez a dal ez így alkalmat teremtett erre, ami egyébként a 2018-as Strandfesztiválnak a himnusza is volt. Nyilván nagyon örültünk ennek a megkeresésnek, ez volt az első fesztivál himnuszunk, és azt gondolom, hogy meg tudtuk ugrani. Egy repülőgép szimulátoron forgattuk hozzá a klipet, úgyhogy nem nélkülözte a parodisztikus elemeket, nagyon élveztük. Jetlag jelentése. Amikor Bencevel úgy döntöttük, hogy csinálunk egy új zenekart, akkor nyilván szempont volt az, hogy olyat csináljunk, ami így újszerű lehet a mi zenei megközelítéseinkben is, illetve úgy itthon is, és rengeteg névötletünk volt. Ez volt az első, amihez néhány száz név után visszatértünk, és letettük a voksunkat. Azt gondolom eléggé leíró, ha Ausztráliából tartottam hazafelé, ez egy 27 órás repülőút volt, amikor azért így jócskán volt alkalom megtapasztalni a jetlag érzését, úgyhogy tudtam párhuzamot vonni a mi éjszakai életünk és a jetlag között. Tulajdonképpen, mivel éjszaka írok dalokat, ezért kicsit olyan, mintha egy ilyen állandó jetlagben lennék a normális emberekhez képest. Molnár Tamás szerzői est. Hát 4 vagy 5 évvel ezelőtt kezdtem el színpadra állni. Talán 4 évvel ezelőtt volt az első, Molnár Tamás és a zongorista néven léptem elő. Az volt a célja ennek, hogy kicsit lecsupaszítva a dalokat, mindössze egy hangszerrel, valahogy a dalokat közelebb vigyem a közönséghez, így előtérbe helyezve a szöveget, mondani valót, illetve nagyon utálok honfolni dalok közben, és ezzel itt tulajdonképpen belekényszerítettem magam abba, hogy beszélgessek a közönségem, mert nyilván egy ilyen akusztikus ez során azért a storytellingen is van a hangsúly, meg ez egy ilyen kicsit intimebb flash, úgyhogy alapvetően kihívást kerestem benne, és azt gondolom, hogy találtam is. Azóta már televertük vele az A38 hajót, azt hiszem tavaly, amikor a 30. születésnapomat ünnepeltem, és meghívtam egy csomó olyan énekest, akinek volt szerencsém dalszöveget írni az elmúlt 10 évben, volt 10 vendég, úgyhogy ez egy ilyen elég masszív 2,5 órás szett volt rendes nagy zenekarra, de amúgy nyilván a quintesszenciája ennek az egésznek az a szerzői előadás, az ilyen nagyon minimálra csupaszított akusztik tulajdonképpen. Az AFC dobosa, hát Fekete Balázs, végülis tulajdonképpen együtt nőttünk fel, azt kell tudni róla. Ő ott lakott mellettem néhány házzal, vele álmodtuk meg Varsányi Miki, aki a basszusgitárosunk volt az AFC-be. Ezt az egész dolgot aztán 7 sikertelen év után, vagy csekély sikerekkel, tehát év után egész durván sikerült berobbannunk, és azt gondolom életünk legmeghatározóbb időszakát töltöttük együtt 13 éven keresztül, ami 2015-ben ért véget. Molnár Tamás hogyan főz? Hát mondanám, hogy változatosan, de azért nincsen akkora recept arzenál a fejben. Szeretek főzni, a Masterchef kapcsán nyilván így közelebb is kerültem ehhez, alapvetően tanulni mentem oda, meg egy ilyen kihívást kerestem ebbe, és ez volt az első olyan tévéműsor egyébként, amiben szerepeltem is, független volt a zenétől, de egy utólag belegondolva nagyon örülök, hogy hagytam magam rá beszélni, mert hát egy ilyen kellemes periódusa volt az életemnek, meg jó volt olyat csinálni, amihez amúgy így önmagamtól nem kezdtem volna ki. Hát mikor belementem, akkor arra gondoltam, hogy teljesen reális lehet, hogy én egy tévéműsor kapcsán tanuljak meg főzni, azóta nyilván egészen másképp eszem, az éttermekben is tök másképp válogatok, úgyhogy így ilyen gasztronómiai fejlődésen mentem keresztül a műsoráltam. Jetlag égen át jelentése? Hát csíkokat húzunk fel a magasba, ilyen repülőgép csíkokat. Nyilván ez egy éjszaka himnusz, úgyhogy mindent bele lehet képzelni, ami akkoriban így jellemző volt az éjszakai életemre. Nagyon, nagyon szeretem ezt a dalt, mert egészen nagyot ment, és Márgyal együtt realizáltuk ezt a végeredményt, és egyébként azóta is elpusztíthatatlanul pörög a rádiókba, tulajdonképpen ez a Jetlagnek a legmeghatározóbb dala ez eddig. És Berlinbe forgattunk hozzá egy klippet, mindössze 3 napot voltunk kint, de azt gondolom ez is elég emlékezetes, és sikerült, úgyhogy
Úgyhogy szerintem az égen át az a dal, ami a jetlag idei nyarát igazán meghatározza majd. Molnár Tamás milyen hangszeren játszik? Hát amilyen hangszert a kezébe adtok. Nyilván ez kicsit szerénytelen, és ez nem pontosan így van, de azért valamilyen szinten mindenen eljátszok, vagy megtanulok viszonylag belátható időn belül, de azért én elsősorban gitárosnak tartom magam, még hogyha nem is vagyok virtuóz, de elég régóta csinálom ahhoz, hogy így ezt biztonsággal tegyem. Molnár Tamás tervei? Hát rengeteg tervünk van egyébként, most látok talán a legmesszebb, pont Bencével legutóbbi megbeszélésünk során így azt fedeztük fel, hogy 2021-ig megvagyunk a jetlaggel kapcsolatos tervekkel. Ezen túl nyilván vannak privátabb, vagyis így a szerzői oldalammal kapcsolatos terveim is. Szerintem holnap is sorolhatnám vigyorogva, hogy milyen túlkapásokat tervezünk az elkövetkezendő időkre, de azért nem lőnék le mindent. Molnár Tamás hol van most? Hát egy ilyen stúdióban ül, és 1, 2, 3, 4, 5, 6-an nézik a kamera mögött, úgyhogy örül, hogy kíváncsiak rá. Molnár Tamás iskola. Ja, hogy az iskolában milyen terveim vannak? Azt hittem van már ilyen, hogy Molnár Tamás iskola. Ezt nem csak holtakról neveznek el? Hát itt gondolom arra akar kitérni a kérdező, hogy korábban milyen tanulmányokat követtem el. Fontos ez? Egyébként úgy volt, hogy gépészmérnök leszek, és el is kezdtem a főiskolát, csak akkor eléggé berobbant a zenekar, úgyhogy úgy döntöttem, hogy gépészmérnök még bármikor lehetek, de ezúttal inkább zenélnék, és tulajdonképpen azóta is ebbe vagyok. Úgyhogy diplomám nincs, de írtam cserébe rengeteg dalt. Molnár Tamás példaképei? Hát az édesanyám meg az édesapám biztosan példaképem, azt gondolom. Mind a kettő teljesen másokból, de teljesen egyértelműen életem két legmeghatározóbb emberéről van szó. Illetve ide sorolnám a bátyámat is, meg végül is az öcsémet is. Tehát nálunk azért így eléggé fontos a család, és mindannyiukra fel tudok nézni, azt gondolom. Molnár Tamás milyen zenét hallgat? Hát új zenéket hallgat. Régieket azokat már ismeri, úgyhogy mindig szeret Spotify-on olyan új trackeket vadászni, ami bármilyen módon újszerű lehet. És most éppen azon gondolkodik, hogy hogyan lehet kikapcsolni a Spotify-ban azt, hogy az új zenék között az ilyen reggaeton és az ilyen különböző latin műfajokat ne dobja föl, mert az úgy végtelen idegesíti. Amikor különböző otthoni teendők közben elindulnak ilyen nagyon gyenge táncdalok, az fel tudja idegesíteni, de szerintem nincs a Spotify-on ilyen funkció, hogy egy adott műfajt így kizárj, de mondjuk ezt szívesen kizárnám. Hogyan írják zeneszöveget? Hát nagyon egyszerűen le kell ülni az asztal elé, fölé, és addig pörgetni egy dalt, amíg valami olyan vezérfonál be nem ugrik, egy hangulat vagy egy kép az dal a kapcsolatban, ami aztán utána meghatározhatja az egésznek a fejlődését. Azt gondolom, hogy így inspiráció mindig van, csak ha alkotás közben kell érjen, azért sokat ott kell ülni a papír vagy a gép fölött, hogy ha azok a pillanatok azok így létrejönnek, akkor az éppen munka közben találjon meg. Legalábbis nekem ennyi a receptem, de nincs erre recept, hát nyilván mindenki teljesen másképp csinálja. Vagy hát vannak ilyen panelek, de nem gondolom, hogy erre van egy ilyen mindenki számára működő recept. Én azt szeretem, hogyha nem befolyásol semmi, mármint hogy így olyan helyen vagyok, ahol nekem minden megszokott, és mondjuk így a külső zajokat sem kell értelmeznem, vagy mondjuk a telefonomon nem hívnak egymilliószor, talán ezért is szoktam éjszaka írni. Köszi, hogy megnézted a videót, iratkozz fel a Jetlag Official csatornára, és találkozunk a Jetlag Bulikon.